Egymásba csúsztatva álltak a sárga fedelű kukák az Északalföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. telephelyén néhány éve. Minden háztartás kapott ilyen, a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edényt. A cég ügyvezetője azt mondta, a feltételek adottak ahhoz, hogy a városlakók külön gyűjtsék a szemetet, de a szemléleten még van mit javítani. A megfelelő infrastruktúra az adott a városlakók számára. Értem ez alatt, hogy a családi házas övezetekben gyakorlatilag három különböző színű és különböző funkciójú hulladékgyűjtő edény férhető hozzá mindenki számára. Zöld hulladék, vegyes hulladék és a szelektív, sárga kék hulladékgyűjtésére szolgáló edény, illetve nyíregyházán adott két hulladékgyűjtő udvarunk is, amelyet szabadon használhatnak az itt élők, illetve a megyében lévők. Tehát én úgy gondolom, hogy az infrastruktúra része az adott. Ugyanakkor a városlakók részt vesznek a szelektív gyűjtésbe, de valljuk meg őszintén van még olyan szint, ahova fejlődhetünk ember. Különös tekintettel például a társasházi övezetekben elhelyezett hulladékgyűjtő szigetek használatára. Egyrészt szükséges egy minőségi fejlődés, megfelelő hulladékok megfelelő edénybehelyezésével, helyezésével, másrészt mindenképpen szükséges a jövőben egy mennyiségi növekedés is a szelektív hulladékok irányába. Még például Németországban 50-60 százalékos a szelektíven gyűjtött hulladék aránya, Magyarországon és Szabolcsat már Bereg megyében mindössze 10 százalék körüli. Ezen szeretnének javítani, és ezért szervezi meg a cég május 14-én a Szelektív Szomba című családi rendezvényét, mondta az ügyvezető. A nap folyamán különböző uh, szelektív hulladékgyűjtéssel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos uh, szellem, illetve gyakorlati vetélkedőkön vehetnek részt az oda benevező családok, illetve egyének, illetve a napot uh, színesítik. Táncegyüse, táncegyüttesek, uh, zenei együttesek, fellépők. Tehát egy uh, kellemes, hogy mondom, családi uh, szombat részese lehet, aki ellátogat erre a rendezvényre. Szemetet vinni kell magunkkal, hogy megyünk? Nem, megy <laughs> lehetőleg minél kevesebb <laughs> hulladékot vigyünk és termeljünk. Ugye, illetve eleve ez lesz a célja ennek a napnak, hogy bemutassuk például a kreatív sarok vagy kreatív kuckó részében, hogy a már hulladéká vált anyagokból, eszközökből is milyen akár dísztárgyak, ékszerek készíthetőek, és nem feltétlenül kell azt a vegyes hulladékba dobni, hanem az még újjá élethet valamilyen új funkcióval. A szelektív szombat május 14-én a Nyíregyházi Kossuth téren lesz, ahova 9 órától várják az érdeklődőket, a napot nagyszabású zenevonat az LGT sztárjaival koncert zárja. A részvétel ingyenes.